A közgyűlés tagjainak, melyben több kalocsai is van, Gál Szilvia a település polgármestere bemutatta a településen megvalósult fejlesztéseket, majd az Orgoványi Általános Iskola diákjai adtak műsort. Az ülés Rideg László, a Bácskiskun megyei közgyűlés elnöke, a két testületi ülés közötti beszámolójával indult, melyben többek között kitért a megyében zajló és megvalósult fejlesztésekre. Mint mondta, a megyei önkormányzat közreműködésével megtörtént a települések klímavédelmi programjainak, kerékpárútjainak tervezése, valamint folytatódik a Petőfi tematikus út megvalósítása is. Az elnök tájékoztatójában azt is elmondta, hogy a megyei önkormányzat idén elnyerte a családbarát munkahely címet. Az ülésen útfejlesztésekről is tárgyaltak, a közgyűlés egyhangulag támogatta a megyei forrásokból felújítandó útszakaszok prioritási sorrendjét. A közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Báskiskun megyei önkormányzati hivatal 2020-as évi tevékenységéről szóló beszámolót. A tájékoztatóban elhangzott, hogy a múlt évben a legnagyobb kihívást a koronavírus világjárvány, ez ennek okán kihirdetett veszélyhelyzetek és az elrendelt korlátozó rendelkezések jelentették, amelyek nagy mértékben befolyásolták mind az önkormányzat, mind a hivatal életét. Rideg László hangsúlyozta, hogy a munkatársak arra törekedtek, hogy sem a megvalósítás alatt álló projektek, sem az egyéb ügyek ne szenvedjenek késedelmet. Dr. Finta József, aki több évig volt a Kalocsai Eperföldi templom plébánosa, jelenleg érseki helynők a Kecskeméti Főplébánia plébánosa a Magyar Katolikus Egyház Kalocsa Kecskeméti Főegyház megyének működéséről tájékoztatta a közgyűlés tagjait. Beszámolójában többek között kitért a hittan oktatás helyzetére. Az ifjúsági és családprogramokra, valamint beszélt a keresztény szeretett szolgálat tevékenységéről a megyében, amelyben több mint 500 fő végez karitatív munkát. Megyénk nagy figyelmet fordít a klímaváltozás elleni küzdelemre, számos fejlesztés mutatja, hogy térségünk elkötelezett a klímavédelemben. Az ülésen döntöttek a Nemzeti Klímaszövetséghez való csatlakozásról, melynek célja a környezeti fenntartatósághoz történő hozzájárulás. Amelynek szerves része a megyei topforrásból megvalósuló települési-energetikai fejlesztések is. A hagyományoknak megfelelően a közgyűlést követően fajültetésre került sor, a korai juharfának, orgoványon a város művöldési házának kertjében találtak méltó helyet.